Első alkalommal 2002-ben Egerben rendezték meg a megyei jogú városok sporttalálkozóját. A cél az volt, hogy az önkormányzati képviselők és a hivatalok dolgozói a sporton keresztül minél jobban megismerhessék egymást. Az elmúlt másfél évtizedben az egyik legnagyobb önkormányzati szabadidősport eseményén nőtte ki magát a találkozó. A verseny szabályai szerint mindig az előző év győztese rendezi a viadalt, így ezúttal a 2017-ben Debrecenben élen végző nyíregyháziak látják vendégül 22 megyei jogú város csapatát. Ez kétszeresen is történelmi esemény, mert az elmúlt évben először nyert a nyíregyházi csapat, ezért lehetünk most házigazdák. Másrészt pedig először fordul elő, hogy mind a 22 megyei város csapattal részt vesz. Ugye mi házigazdaként nem versenyezhetünk, mi szervezünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos esemény, mert meg tudjuk mutatni azt, hogy Nyíregyháza milyen város a sportterületén is. Másrészt a polgármesteri hivatalokban, önkormányzatoknál dolgozók itt kötetlenül tudnak találkozni, és ráadásul egy ilyen csodálatos város megismerni, mint a mi városunk. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, hogy a rendezvény a sport és az egészséges életmód népszerűsítését is szolgálja. El kell juttatni a lakossághoz, hogy mennyire fontos az egészséges életmód és a mozgásgazdag életmód, hiszen egyetlen egy eszköz van a kezünkben, és az a sport, hogy megtartsuk az egészségünket, és ők azok, akik szabad idejüket is felhasználva arra, hogy sportosan éljenek, megmutatják a nagyvárosok képviseletében, hogy bizony ezt tovább kell adni, és bizony példaképként itt állnak most ők, hogy versenyezni fognak. Biztos, hogy mindenkiben benne van a versenyzés, de azt gondolom, hogy a közösségteremtő erő és a közösség az, ami inkább motiválja őket, hogy egy olyan közösségbe lehetnek, amely ad arra, hogy a gyerekeknek és a családoknak és az idősebb korosztálynak is el tudják jutni, juttassák ezeket az üzeneteket elvégre. 5 sportágban fogják képviseltetni magukat. A 16 fős csapatok speciális öttusában, minifociban, tekében, strandröplabdában és sárkányhajózásban mérik összetudásukat Nyíregyházán.